Steven Seagal vasárnap töltötte be 70. életévét. Seagal az aikido mestere, élete nagy részét Japánban töltötte, többször volt házas, 7 gyermeke van, korábban szexuális zaklatással vádolták, és talán Vlagyimir Putyin orosz elnök leghíresebb támogatója. Steven Seagal vasárnap töltötte be 70. életévét. Seagal az aikido mestere, élete nagy részét Japánban töltötte, többször volt házas, 7 gyermeke van, korábban szexuális zaklatással vádolták, és talán Vlagyimir Putyin orosz elnök leghíresebb támogatója. A színész annyira szereti Moszkvát, hogy végleg odaköltözött, és eladta az Egyesült Államokban lévő luxus ingatlanjait. Őt azonban nem fenyegeti az a veszély, hogy a Kremllel való barátkozás miatt véletlenül elkobozzák a nyugati vagyonát. Seagal Putyintól 2016-ban orosz állampolgárságot kapott, a legnagyobb élő vezetőnek tartja, ami némileg ellentmond a nagy családról és a világpárbeszédről vallott nézeteinek. Úgy hiszem, hogy mindenkivel párbeszédet próbál folytatni, mondta Seagal 3 évvel ezelőtt a Kreml vezetőjéről. Seagal maga a békés buddhizmust vallja, és az aikido nevű harcművészet mestere. Fotók a galériában.